A Hegyalja Mesterek Népművészeti Egyesületének szervezésében november 29-én Megint jól csináltuk című kiállítását tekintették meg az érdeklődők a Tájai Alkotóházban. A rendezvényt az Erdőbényei Kádártánc csoport alkalomra készített műsora nyitotta meg. Az esemény szervezője Dériné Érsek Ágnes a Hegyalja Mesterek Népművészeti Egyesületének elnöke volt, aki beszédében szólt arról, hogy a tagok kutatták és dolgozták fel a hagyományos kádártáncot, hiszen az egész Európában egyedülálló. Egyesületük sok éve ismert, elismert szereplője a térség és a magyarság népművészeti és kulturális hagyományőrzésének. Tagjaik sorában népművészet mestere, népi iparművészek, népművészet ifjú mesterei tevékenykednek több szakterületen. Jelentős sikereket értek el hímző, fafaragó, bőrműves játékkészítő, gyöngyfőző, csipke és viseletkészítő, fazekas, kádár, szövő, kézműves társaik. Egyidejűleg a kihaló mesterségeket is igyekeznek ápolni, mint például a pereces vagy könyvkötő. A tárlaton részt vett Hörcsik Rihárd a térség országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, hogy a több mint 22 éve létrejött alkotó közösség munkájának eredményei öregbítik a megye hírnevét. Az elmúlt években Párizs, Róma, Varsó, Moszkva is láthatta munkáikat. Jelen voltak Kassán, Királyhelmecen, Rozsnyón és Borsiban is. Élő baráti kapcsolatban állnak a Gömöri Kézművesek Egyesülése és a Vajdasági Csipke és Kézi Hímző körmestereivel. Velük közös alkotótáboraik, kiállításaik és bemutatóik is voltak, amelyek hazai helyszíne a Tájai Alkotóház volt. A szónok hozzátette, hogy nem csak megőrzi, de fel is éleszti azokat az értékes szokásokat, amik megmutatják a társadalomnak azt, hogy szüleink, nagyszüleink hogyan éltek. Kántor Ferenc Makkos-Hogyka polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy nagyszerű érzés látni, hogy mennyi mondani való van a kezek szorgos munkájában, amelyben tükröződik az alázat és az elhivatottság. A népi kultúrából gyökerezett termékek nem csak díszítő funkciót töltenek be, hanem a kor ízléseinek megfelelően használhatóak, amelyben a népművészet továbbra is él. A hagyomány benne van a táncokban és mesterségekben is, amelyre építeni lehet a jövőt, ahogyan azt az elődök is tették. A kiállítás célja az volt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékei a helyükre kerüljenek, és hogy az úri hímzés is bekerüljön az UNESCO értéktárába.